Már hetek óta nem lehet behajtani a Tünde utcára a Kálói útról. Akik rendszeresen közlekednek erre, szemtanúi lehettek, hogy az utóbbi időszakban egyre nagyobb területen dolgoznak a kivitelezők. Korábban ez a kereszteződés nehezen volt belátható, emiatt számos baleset történt itt, kora reggel és délután pedig rendre torlódás alakult ki. Ezeket a problémákat fogja megoldani az új körforgalom, ami már javában épül. Jelenleg a közművek kiváltása van folyamatban, rövidesen pedig a pálya szerkezet kialakítása kezdődik meg. Nagyon fontos, hogy amikor városon belül végez a NIF ZRT egy beruházást, akkor igyekszik a munkát mindig úgy csoportosítani, hogy lehetőleg a forgalom fenntartása az biztosított legyen. Itt is így oldjuk meg ezt a beruházást. A Kálói utcán mind a két irányban egy sávon jelzőlámpás forgalomirányítás mellett biztosítjuk a forgalmat, viszont a Tünde utcának egy jelentős szakaszát le kellett zárnunk. Itt majd a közlekedők vegyék figyelembe a kitáblázott jelzéseket. A körpálya megépítése után kezdődik el majd az aszfalt rétegeknek a helyezése ugye erre a körforgalomra, és utána pedig a forgalomtechnikának a kiépítése. Új gyalogátkelő helyek és újabb buszöblök is épülnek, de megújul a közvilágítás is. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere arról beszélt, 2013 óta folyamatosan épülnek körforgalmak a városban. A Kálói úti már a 14. ilyen beruházás Nyíregyházán, idén pedig a Stadion utca, Vasvári Pál utca, Hímes utca találkozásánál is elkezdődnek a munkálatok. A polgármester azt mondta, ezek a fejlesztések a biztonságot szolgálják, a most épülő új csomópont pedig a vállalkozások számára is fontos lesz. Az egyik legzsúfoltabb bekötőút a városnak, és ezért is fontos az, hogy akik elmennek majd a Tünde utca felé, ugye nagyon sok vállalkozás működik ott, vagy akár ott a Debreceni úton át az ipari park, délipari park felé, azoknak lesz egy új útvonaluk. És folytatni is akarjuk ezt a programot. Folytatjuk is tulajdonképpen, mert szintén a NIF-fel partnerségben vagyunk a nagykörút bezárásánál. Több évtizedes téma, amit nem sikerült korábban megoldani. Most ez megvalósul, ki van írva a közbeszerzés, és remélem, hogy az is az idén elindul és jövő év végéig befejeződik. Nem csak a megye székhelyen zajlik fejlesztés a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT beruházásában. Még idén befejeződik a Tisza híd teljes körű felújítása Tokajnál, és már tervezik a Debrecen és Nyíregyháza közötti 4-es főútvonal 4-sávúsítását is.